Sziasztok! Ebben a videóban szeretném folytatni a tanulási technikásos videósorozatomat, amiben ismét a tanulással és az olvasással kapcsolatos hatékonyságról lesz szó, egy picit más területeket érintve. Na most miről is szerettem volna beszélni ebben a videóban? Legfőképpen az információnak a megszerzésére, feldolgozására szeretnék először fókuszálni. Tehát, hogyha szeretnétek írni egy beadandó dolgozatot, középiskolában egy házi dolgozatot, vagy egyetemen egy beadandót, akkor hova tudtok fordulni olyan forráshoz, amitől tényleg a hitelesség várható, és amit annyira nem kérdőjelez meg az ember. Na most a Covid-tól függetlenül én még mindig úgy érzem, hogy a könyvtár szolgáltatja a legbiztosabb, legpontosabb, az ott lévő szakirodalmak a legpontosabb információkat. Nyilván egyébként az internet is tud nagyon-nagyon pontos tanulmányok, tehát hiteles források megmutatkozni ott, azonban nagyon fontos a hitelességnek a megkérdőjelezése, hogy nehogy egy olyan alapokon nyugodjon egy egyébként nagyon kidolgozott dolgozat, amely egy olyan forráson, amely megkérdőjelezhető, amely nem hiteles, és nagyon sok ilyen terjeng, kering sajnos az interneten. Lényeges dolog, hogy az ott lévő információkat, amit találunk az interneten, azt megkérdőjelezzük, tehát hogy legyen bennünk egy egészséges mértékű kétkedés. Hát ez a legfontosabb is, ugye, könyvtárban, interneten, igazából a regényekkel kapcsolatban és a szerzőnek az életével, életművével kapcsolatban is pontosan ezen nyugszik ez a kérdéssor, hogy a hitelességre, hogy ott mit olvasunk, hogy az adott szerző például magánéletéről mit olvasunk, azt sose vegyük szentírásnak, tehát hogy ezek nem biztos információk, mindig gondolkozzunk el rajta, hogy mi a forrás az adott témában. A következő, amire nagyon szerettem volna kitérni, azok a tanulási olvasási stílusok lennének. Hát vannak különböző típusok, amik megkülönböztethető, és amikor ezzel kapcsolatban gondolkoztam, akkor azért voltak ilyen felismeréseim, hogy sokszor úgy éreztem, hogy én csak egy típusba tartozom, és aztán rájöttem, hogy mennyi minden jellemző rám is, és hogy mennyire nincsenek ezek között a tanulási stílusok között éles határok, sőt, hogyha ezeket kombináljuk, azzal tulajdonképpen a hatékonyságunkat is növelhetjük. És ezért gondoltam, hogy erről beszélek nektek egy kicsit. Az első dolog, amit megkülönböztethetünk ezeknél a tanulási, olvasási stílusoknál, az első típusú ilyen személyiség az a vizuális. A olvasással kezdvén nagyon sok olyan embert ismerek, akinek rengeteget hozzáad az olvasás élményéhez az, hogyha kinyitja a könyvet és meglátja, hogy egy térkép van benne, vagy látja, hogy képes illusztrációkkal van teli, csillog a szeme, és ő már akkor ez neki ahhoz teljesen hozzáad, hogy ő azt az adott világot elképzelje. De a másik végletet is ismerem, akinek viszont nem baj, ha ott van, de tök mindegy, teljesen mindegy, hogy az most ott van-e, vagy nincs-e ott, ő maga is el tudja ezt a dolgot képzelni. Na most a tanulás során ez miben mutatkozik meg? Olyan típusú személyiségekben, akiknek nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy megértsen egy tananyagot, hogyha ábrák vannak az adott témában, illetve ilyen rajzok vannak benne, diagramok vannak benne, szövegkiemelőt használ, aminek mind megvan az adott színe, tehát vizuális, a piros információval aláhúzott az a fontos információ, a kék a semleges, tehát hogy ez a típusú, a vizuális típus. A másik típusú személyiség olvasás és tanulás terén az a hallás utáni. És itt volt nekem egy nagyon fontos felismerésem, amit önmagamnál tapasztaltam, egy-két-három hónapja van egyébként ez a dolog. A tanulással kezdjük ezt a típust. A hangosan tanuló típusú emberek és a visszamondó típusú emberek azok, akiket én ide belesorolnék. Hangosan tanultok, tehát nem tudom, én
Én mindig is hangosan tanuló típus voltam, én olyan típusú ember voltam, aki szereti önmagát vizsgaszituációba hozni. Ez már gyerekkoromban is egyébként jellemző volt rám, hogy rengeteg verset kellett megtanulnunk, mert én magyar tagozatos voltam, általános és középiskolában magyar tagozatos voltam, magyar szakos voltam, aztán magyar bölcsészkar, magyar tanári, tehát ez a magyar vonal, ez nekem végig jelen volt az életemben, és rengeteg verset kellett megtanulnom. És nekem a vers egyébként a mai napig így van, hogy sokkal többet ad a jelentés tartamába, és annak a apró kis, kis szikrák, amiket hozzáad ez, hogyha hangosan elolvasol egy verset, akkor ez értelmet nyernek ezek az apróságok, és a tanulásnál is ugye nem úgy tanulja az ember a verset, hogy hát magába mormolja, hanem kimondja ezeket a szavakat. És egyébként kimondva értelmet nyer. Tehát a versnél, na most nem azt mondom, hogy a regényeket hangosan olvasom, de például képzeljétek el, hogy nemrég azt a módszert szoktam alkalmazni, ez nyilván csak egy-egy regény esetében, hogy a hangos könyvek nekem mindig is olyan mumusok voltak, hogy ha mondjuk minőségi, tehát hogyha fel van töltve, és valaki feltöltött, és nem minőségi hanganyagról beszélünk, mondjuk mi a minőségi a számomra, például Szabó Magdánál, ami fent van az interneten, az valami fantasztikus, vagy például Kern András, aki megcsinálta az első két Harry Potter részt, ez fantasztikus, de mondjuk az kifejezetten idegesítene, és egy percet nem tud, vagy a Tüskevárt is fantasztikusan, meg a Téliberek is csodálatos módon fenn van az interneten, és meg lehet hallgatni, de én soha nem tudtam azt, hova kötni, hogy miközben megy ez a hanganyag, és nekem arra teljes mértékben koncentrálnom kéne, én a közben mit csinálok? Tehát ugye nem szoktam feküdni, meg ülni, meg mint egy darabfa, és így hallgatni a szöveget. Tömegközlekedésen is egyébként egy nagyon hasznos dolog lehet, de nem járok tömegközlekedéssel. Tehát, hogy ez problémás egy kicsit ez a dolog, és hogyan tudom én azt kihasználni, hogy ezek megvannak ezek a hanganyagok, amik megvannak ugye, mert én nem vásárolok, tehát így hangos könyvet, nekem az nem éri úgy meg, nem használom, mert én olvasni szoktam a könyveket, és az a helyzet, hogy elképesztően jó az a módszer, hogy hallgatod, és közben olvasod a könyvet magát, és pörget téged, hogy ne hagyd abba az olvasást, én legalábbis ezt vettem észre, és ez a hallás utáni tanuló-olvasó típusba teljesen beleillik, és akkor ismertem föl, hogy nekem ez tetszik egyébként ez a módszer, csak azt nem tudtam hova tenni, hogy csak hallgatom, és akkor én közben nem tudom hasznossá tenni magam, olyan rosszul érzem magamat közben, hogy csak úgy vagyok, és nem tudok úgy rá koncentrálni. Úgyhogy ez nekem nagyon bevált ez a dolog. A harmadik típus az a mozgásos típus. Hát itt azért mosolyogtam magamban, hogy amikor ezt így létrehoztam, hogy hát ebbe is mennyire benne vagyok. Tehát nem tudom, ismerős-e az nektek, hogy sétaközben tanuló típus, helyszínváltoztató típus. Én, amikor tanultam, bármelyik egyetemre is, középiskolára, egyetemekre, akármire is, jogsira, bármire, én A-ból B-be mentem, A-ból B-be mentem, és én néha ezt úgy szégyeltem is egyébként, hogy mást úgy leül az íróasztalához, így gondolkoztam, hogy lehet, hogy másnál ez így működik, hogy leül az íróasztalához, és akkor így mormolja, nézi, és így egy helyben ül, én meg hát menjünk valamerre. Vagy például tengerparton is úgy szoktam olvasni, hogy sétálok, nem ülök, és akkor ott nézem. Na most nyilván vannak azért olyan fázisok, amikor ülsz egy könyvvel és olvasod, nyilván. De például nekem a tanulás az sosem volt egy stagnált tevékenység, egy ülő tevékenység. Én nagyon szerettem mindig is természetbe, vagy menve, vagy kutyasétáltatás közben, vagy képzés közben tanulni. És lehet, hogy engem az úgy pörgetett is a fizikális, minimális fizikális terheltség, amellett, hogy az agyamat terheltem. Nekem az egy picit úgy ki kellett, hogy egyenlítődjön, nem pedig egy passzív ülök a széknél. Na most nyilván akkor, ha írsz, vagy hogyha valamit a kezeddel is ügyködnöd kell, írnod kell közben, akkor az nyilván más típus. És hogyha ezeket kombinálod, akkor abból
a hatékonyság növelhető. A közös munka volt, amit még szerettem volna kiemelni, hogy soha nem szabad elhanyagolni, vagy még hogyha introvertáltak is vagytok, soha nem szabad nem segítséget kérni. És az, hogy közösen dolgozz másokkal, ott mindig mindenkinek meg kell, hogy legyen a kis egyedi, kis egyéni kis projektje, és nem szabad az, hogy valaki nem csinál egy közösségben semmit, csak úgy van, és csak úgy kihasználja a többieknek a tevékenységét, hanem neki is azért valamennyire szerepet kell ebben vállalnia. Az, hogyha visszautalva a hangos tanuláshoz, nagyon lényeges, hogy meg tud fogalmazni az adott regénynek a tartalmát. El tud mondani, hogy ez miről szól tulajdonképpen, vagy az adott tananyagnak a tartalmát, hogy ez most miről szól, ez most milyen kérdéseket feszeget, ugyanis az, hogyha kérdést tudsz feltenni, az egyetlen egy dolgot jelent a szememben, mégpedig az, hogy gondolkozol. Tehát, hogyha csak aláhúzogatsz hosszú mondatokat, és azt nem tudod a saját szavad által megfogalmazni, az azt jelenti, hogy mást mormolsz, mást utánzol, és nem tudsz róla az adott témával kapcsolatban gondolkozni. És itt jön a képbe egyébként a plágiumnak a témája. Ugye, hogyha mit is jelent az, hogy plágium, hogyha más gondolatait kimásolod, még hogyha nem szó szerint is, ugye más gondolataid a sajátodként adod elő. És ugye a forrást, ahonnan származik, azt a szerzői jog, a szerzőt a szerzői jog védi. És sajnos ebben kapcsolatban van személyes tapasztalatom is, ugyanis nem egyszer találkoztam már szóró-szóra a versemmel az interneten, csak Kovács Pista, ez az amaz, mindenféle név alatt futóan. És hát az, ami fantasztikusan rossz érzés, azt kell, hogy mondjam, amikor így látod, és még te ügyködjél arról, hogy ez ugye lekerüljön, ami nyilván megtörténik, csak akkor az már nyomot hagyott, az már megtörtént az a folyamat. És ezt én soha nem tudtam hova tenni, megmondom őszintén, hogyha ez így megtörténik. Az egyediség az szerintem nagyon lényeges dolog, és az, hogy mindenkinek egyébként mást ad egy könyv, más ragad ki belőle, más miatt fontos a tartalma, és a tanulmányok során is, amikor magadévá teszel egy témát, akkor mindenben mást ad neked, és másra fogod használni az életed során, mindenképpen hasznos lesz, az viszont egy összetartó kapocs mindenki szempontjából, hogy több leszel tőle minden egyes regénnyel, és minden egyes témával, tananyaggal, amit elsajátítasz. Hát ezek jutottak most hirtelen eszembe ezzel kapcsolatban, és hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és fogom még folytatni egyébként ezt a tanulási, olvasási, témás videót, mert még rengeteg dolog van, amit eltok ebben kapcsolatban úgy eszembe jut, és meg szeretnék veletek osztani. Hogyha ebben kapcsolatban lenne valami kérdéseketek, vagy hozzáfűzni valótok, akkor azt nyugodtan a kommentben fejtsétek ki. És a következő videóban találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!